Jó reggelt! Jó reggelt! Hogy vagy ma reggel? Jó, köszi. A tegnap esti tanulás után totál úgy érzem magam, mint egy matek zseni. Nem mondod. Bizony, még álmomban is matek példákat oldottam meg. Azért majd tanulunk még együtt, ugye? Persze, szívesen, bármikor, ha szeretnéd. Jól van, szuper. De szólj már hírnak, hogy legközelebb ne ültessen fel minket. Mivel nélkül az integrál számítást nem tudjuk átnézni, és az még nagyon nem megy. Jó, rendben, majd szólok neki. Oké, megegyeztünk. Viszlát a teremben. Szia. Bajtikám! Mi van veled, haver? Már megint csak úgy hirtelen felbukkansz a semmiből. Minden tudok, barátom. Mi az a minden? Mint egy Viktor Hugo vagy Dostojevski regény. Na figyelj! Ott tartotok, hogy köszöngettek egymásnak, megbeszélitek, hogy átmegy hozzád, és együtt tanultok a dolgozatra. Én már hetek óta látom, hogy mi a helyzet. Csak egy dolgot akarok. Kimondom kerekperec, és nem fogom megismételni, ha egyszer összejöttök. Ne feledkezz meg a régi cimborádról, mert amikor szakítotok, nem lesz válla, mint kisírhatod magad. Milyen összejövésről és szakításról beszélsz? Te egy másik vi... Meglátod. Meg fog történni. Bíz bennem. Ennyi. Ogi, meghívlak egy kávéra. De akkor fogd be a szád, és hagyj engem békén, oké? Kapok hozzá csokit is? Jól van, kapsz azt is, csak gyere. Így már, oké. Ó, nem jóját! Mi van veled már megint? Ó, haver, megint duplán látok, kiújult a betegségem! Lányok, ne hecceljétek már, most még foglalkozhatok ezzel is! Ez szörnyű, megint duplán látok!